Elkezdődött a College Premier League, itt a kollégiumnak a dühöngőjében. Mi volt az alapötlet? Mi volt a indítatás annak, hogy ez a versenyt megrendezzétek? Az alapötlet az volt, hogy kaptunk sikeresen DASZ táblát a dühöngőbe, és ez egy kicsit összehozta a kollégium hallgatóit, nagyon sokan felfedezték itt a dartsot, illetve már van, aki korábban is követte ezt a sportágat, így páran összeálltunk, és gondoltuk, hogy megszervezzük a tavaszi fél évben ezt a versenyt. Mennyire volt népszerű, mennyire jelentkeztek a hallgatók a felhívásra? Jelenleg 16-an indultak el ezen a versenyen. Én szerintem ez egy nagyon jó dolog. Én megmondom az őszintét, kevesebbre számítottam, de ez egy nagyon jó szám. Szerintem nagyon sikerült megfogni ezzel a sportággal a hallgatókat, és bízom benne, hogy majd a következőkben is tudjuk népszerűsíteni ezt a sportágat. Hogy lesz a lebonyolítása? Hogy képzeljük el a versenyt? A verseny az a régi hagyományos Premier League, DASZ Premier League lebonyolításában zajlik, táblázatos formátumban, mindenki játszik mindenkivel egy meccset, és aki nyeri a meccset, az 2 pontot kap, döntetlenül pedig mind a két fél egy-egy pontot kap, és ez alapján alakul ki majd a táblázat.